Január vége óta nem nyert hazai pályán bajnoki mérkőzést a Kisvárda, akkor a Fehérvárt tudta legyőzni, és most is ezzel az együttessel találkozik. Négo visszakerül hozzá, ellövi egyből. Hát a másik oldalra, jó a labda átvétel, be középre, egyből vissza, nincs lövés, most viszont igen, nem is rossz. Fiola. Szabadrugás lesz. Na, meg egy sárga lap. Ez már a harmadik a mérkőzésen járunk, 18 perc, 40 másodpercnél. Petriák. Nikolic. Érkezik a beadás. Négy gólő. Még egy, Fiola teker. Megint egy kemény ütközet, Fiola pedig sárga lapot kap, és akkor az neki a második, 34,5 percet követően kiállítják. A körnél ráadásul, de még az is előfordulhat, annyira szoros az NB1, és olyan formában van a székesfehérvári együttes, hogy még a nemzetközi kupáról is lemaradt. Szesz a beadása, érkezik a beadás, aztán jön Kovács. Bumba. A szép összjáték, Sassa helyzetben! Ez nem volt les, de nem lett gól. Ruben Pinto szabadrugása a 63. percben. Lágyan, tovább száll, szöglet. Kapura! Kovács üti ki! Ezek szerint nem volt bent.